Akkor Hare Krishna. Akkor folytatjuk a Bhagavad Gita 10. fejezetét. A fejezet címe az Abszolút Fensége. És itt Krishna befejezi a 9. fejezetet azzal, hogy Manmanába va Manbaktó Madhyajmám Namaskru, Mámai Vajsasi, Szatyam Té Prati Dzsáné Prió Szimé. Gondolj mindig rám, légy az én baktám, és ajánd hódolatodat nekem, és imádj engem. Ha teljesen elbelülsz bennem, biztosan eljutsz hozzám. Tehát, hogy Krishna mondja, hogy ha valaki elmerül benne, és mindig rá gondol, akkor eljut hozzá. És ebbe a 10. fejezetbe Krishna leírja a fenségeit, ami által gondolhatunk rá, ugye, hogy hogyan gondoljon az ember Krishnára, és ez a 10. fejezet ezt le fogja írni. Ahogy már korábban beszéltünk róla, az első 6 fejezet a Bhagavad Gita-ban az a karma jogáról szól, hogy hogyan lehet Krishnához csatlakozni a tettek által, azáltal, hogy felajánljuk neki tetteink eredményét. A második 6 fejezet az a bhakti jogáról szól, az odaadásról, odaadó szolgálatról, és az utolsó 6 fejezet az pedig a gyána jogáról, hogy hogyan lehet a tudáson keresztül kapcsolódni Krishnához. És bele is kezdünk az első versbe, de még mielőtt belekezdenünk, elmesélem, hogy elmondom, hogy mi az egész fejezetnek a beosztása. 42 vers van ebbe a fejezetbe. És az elsőtől a 7. fejezetig arról szól ez az első 7 vers, hogy tudva azt, hogy Krishna megismerhetetlen, és mindennek a forrása, tehát, hogy Krishna igazából végtelen, mindennek a forrása. A 8-tól a 11. versig beszél ez a Bhagavad Gita-nak az eszenciája, beszél a tisztódadó szolgálatról. A Bhagavad Gita-nak van 4 legfontosabb verse, a 10. fejezet 8. versétől a 11. versig, ez mint egy eszenciája a Bhagavad Gita-nak. Akkor 12. verstől a 18-ig, akkor Arjuna elfogadja Krishnának a legfelsőbb pozícióját, hogy ő az Istenség legfelsőbb személyisége. És a 19-től a 42. versig pedig Krishna leírja a fenségeit, ami által mi gondolni tudunk rá. Ez a fejezetnek a nagyobb léptékű felosztás, és akkor van egy kisebb léptékű is, de azt majd menet közben. Jó. Akkor kezdjünk bele az olvasásba, Roli. Első vers. Sri Bhagavanu Gacchan Bhujaiva Mahabahu Srinumi Paramam Vacchan Yateham Priyamanaya Vakshyami Hitakam Yaya. Nem szóval két a fordítást? Azt nem, csak a fordítást. Az Istenség legfelsőbb személyisége így szólt: ó, erős karú Arjuna, figyelj ismét szavaimra. Mivel kedves barátom vagy, a te érdekedben most tovább tanítalak, és átadom neked azt a tudást, ami magasabb rendű mindannál, amit eddig elmondtam. Oké, tehát, hogy itt Krishna mondja Arjunának, hogy most egy még magasabb rendű tudást fog vele megosztani. Ugye a 9. fejezet beszélt a tisztoldadó szolgálatról, a legbensőségesebb tudásról. És a 10. fejezet, az abszolút fensége pedig ad egy lehetőséget arra, hogy hogyan tudjuk ezt gyakorolni. Mit kell ahhoz csinálni, hogy valaki ezt meg is tudja valósítani. És akkor Krisnit mondja Arjunának, hogy ezt átadom neked, mert nagyon kedves barátom vagy. Oké, Zsolti, olvassuk a másodikat. Namé vidun suragana prabhaham na maharsaya Ahamádi Ridévánam, Maharishi nám csa szarvasam. Sem a félistenek serege, sem a kívánó szentek nem ismeri származásomat és fenségemet. Mert én vagyok, mind nyájuk eredete minden tekintetben. Köszönöm szépen. Tehát, hogy itt
beszél arról Krisna, hogy igazából őt senki se ismeri teljességében. Sőt, ugye egy csomó ember még nem is fogadja el, hogy létezik egy legfelsőbb személy. Tehát, hogy minden olyan erős az illúzió, hogy valaki el tudja képzelni, hogy minden csak úgy véletlenül lett itt a körülöttünk lévő világban. Ugye itt van ez a ház, ez csak úgy véletlenül itt lett. Tehát, hogy fújt a szél, sütött a nap, esett az eső, és ez a ház véletlenül itt lett. Valahogy véletlenül kifestettem. Pont itt voltál, és pont a festék is itt volt, és pont festhetnéked volt, és... Ugye, tehát, hogy amúgy ez egy nagyon élhetetlen filozófia, amikor valaki azt gondolja, hogy minden véletlenül történik. Mert nem ezt látjuk a világban, körülöttünk lévő világban, hanem azért vannak dolgok, mert valaki akar valamit, és csinál vele valamit. Ugye egy festmény se véletlenül lesz, ott van egy festő, aki akar valamit megjeleníteni azon a vásznon, és azért lesz a festmény olyan, mert valaki akarta, hogy olyan legyen. Nem csak magától. Festék, vagy a festmény megfestette saját magát. Tehát, hogy ugye sokan el se ismerik, hogy létezik egy legfelsőbb irányító, aki itt irányít mindent. És hogyha még valaki el is fogadja, hogy létezik egy legfelsőbb irányító, de nem tudjuk felfogni Krisna fenségének a mélységeit, vagy a végtelenségét, valamit látunk belőle, vagy valamit tapasztalunk belőle, de sokkal-sokkal kevesebb, mint a valóság. De ugye itt azt mondja ebbe a versbe Krisna, hogy sem a félistenek segerege, sem a kiváló szentek nem ismerik származásom és fenségemet, mert én vagyok mindjájuk eredete. Tehát, hogy még a hatalmas félistenek, akik irányítják a napot, a holdat, az esőt, a szelet, ők se ismerik Krisnát teljességében, valamennyire ismerik jobban, mint mi, de valamennyire ismerik, hogy a nagy bölcsek, valamennyire ismerik. De teljességében senki sem tudja Krisnát ismerni, csak ő saját maga. Oké, ehhez valakinek kérdés? Zsolti? Még tényleg sokszor van ez, hogy igen, Krisna az irányító, és mondjuk van egy szituáció, amikor nem sikerül az az erőfeszítés. És jó, hogy de attól függetlenül ugyanúgy kell sokszor kísérletezni, addig, amíg nem fog összeérni az, amit akarunk, nem? Uh-huh. Hogy mondjuk ez hogy jön bele, hogy akkor de tudom, hogy Krisna az irányító, de hogy ne legyen azt, hogy akkor nem csinálom, mert hát jó, Krisna így akarta. Hogyan lehet akkor ezt mondjuk úgy, ezt az ugyanúgy próbálkozzak, mert ugye látjuk tényleg az is a hétköznapi tapasztalat, hogy sokszor kell valamit semmire, az tökéletes lesz, vagy sikerrel jár. Uh-huh. Hogy akkor ez hogyan függ ez a kettő össze vele, hogy Krisna irányítja. Tehát, hogy igen, itt Krisna végső irányító, de mi is egy alárendelt irányító szerepbe vagyunk. Tehát, hogy itt vagyunk, ahol vagyunk. Tehát, hogy nekünk is van befolyásunk valamennyire a körülöttünk lévő világra, vagy a körülöttünk lévő személyekre, de mi nem vagyunk függetlenek. Tehát, hogy nem függetlenül tudunk, hogy bármilyen körülménytől függetlenül tudjuk csinálni a dolgunkat, hanem mi függő helyzetben vagyunk, mi feltételekhez vagyunk kötve, valamennyire tudunk befolyásol lenni, valamennyire nem. És hogyha valaki akar valamit elérni, akkor nyilván céltudatosnak kell lenni, és hajlandó kell lennie erőfeszítést tenni azért, amit szeretne elérni. Tehát, hogyha valaki nem tesz elég erőfeszítést, akkor az nem Krisna hibája, hogy akkor nem történt meg, hanem én nem akartam eléggé. Tehát, hogy itt van egy egyensúly. De hogyha én megtettem minden tőlem telhetőt, és még mindig nem lett az, amit szerettem volna, akkor el kell fogadni, hogy ez volt Krisnának a elrendezése, vagy még nem érdemeltem meg, vagy nem volt az a körülmény, valamikor a körülmények nem teszik lehetővé, valamilyen karmikus körülmény. Tehát, hogyha megtettem, ami tőlem telik, és még mindig nem lett meg az eredmény, akkor elfogadjuk, jó, ez volt Krisnának a vágya, de hogyha én nem tettem meg mindent, ami tőlem telt, akkor lehet, hogy csak az volt a hiányosság, hogy,
Oké, én elmentem az egyetemre tanulni, és akkor kirúgtak a vizsgáról, hát Krisna így akarta. Oké, de tanultál eleget? Tehát, hogy nekünk is bele kell tenni a mi részünket. És amikor mi beletesszük a mi részünket, akkor ugye Krisna múlik, hogy jóvá hagyja azt, vagy nem. Tehát, hogy még mindig ő a végső irányító, de akkor mi megtettük el azt, ami tőlünk telik. Ez így jó? Jó. Oké, valami más? Oké, Cynthia? Következő, harmadik vers. Yuvam acham anadim ca vetilukam mahishvaram asamuda sam metishu sarva papai pramuchyate. Aki nincs illúzióban, az tudja, hogy megszületetlen, kezdet nélküli, és az összes világ legfelsőbb Buddha vagyok. Egyedül ő mentes minden bűntől az emberek közül. Köszönöm szépen. Ugye itt beszél Krisna arról, hogy aki tudatos arról, hogy ő megszületetlen kezdet nélkül, és az összes világ legfelsőbb ura, egyedül őmentes minden bűntől az emberek között. Tehát, hogy nekünk kell, hogy legyen tudásunk Krisnáról, hogy Krisna a forrás. Bármit szeretnénk, az Krisnától származik. És ezért hozzá kell fordulni, nem valaki máshoz, vagy nem csak függeni a saját energiámon, a saját erőfeszítésemen, mert az lehet, hogy önmagában kevés lesz, hanem szükséges, hogy megtegyem a tőlem telhető legjobbat. De rajta függ. Tehát, hogy ez egy ilyen érzékeny egyensúly, hogy elfogadom, hogy Krisna a forrás, és próbálok vele összhangba kerülni. Ugye én akarok valamit, és akkor fel kell tennem a kérdést, ez az, amit én akarok, ez összhangban van az ő vágyával, vagy nincs összhangban az ő vágyával? És hogyha összhangban van az ő vágyával, akkor teljesülni fog. Hogyha nincs összhangban az ő vágyával, akkor nem fog teljesülni. Igazából ez a titok, hogyha szeretnétek, hogy minden vágyatok teljesüljön, van egy nagyon egyszerű képlet, hogy össze kell hangolni a vágyainkat Krisna vágyával, és akkor minden vágyunk teljesülni fog. Hogyha valamelyik vágyunk nincs összhangban az ő vágyával, akkor ott garantált a sikertelenség, mert akkor az nem fog létrejönni. Ugye Arjuna összehangolta a vágyát Krisna vágyával. Ő Krisna azt akart, hogy harcoljon a Kurukshetrai csatába. És látszólag úgy tűnt, hogy ez a csata megnyerhetetlen, mert hogy hatalmas hadvezérek vannak a másik oldalon, és sokkal többen vannak a másik oldalon. De mivel vele volt Krisna, és Krisna irányította az ő szekerét, akkor Arjuna győzedelmesen tudott kikerülni a látszólag lehetetlen vállalkozásból. Van egy vers a Chaitanya Charitamritában, ami azt mondja, hogy ha valaki emlékszik az Úr Chaitanyára, akkor a lehetetlen lehetővé válik, és amikor valaki elfelejti az Úr Chaitanyát, akkor a legkönnyebb dolog lehetetlenné válik. Tehát, hogyha emlékezünk az Úrra, és hogyha emlékezünk az Úrra, összehangoljuk vele a vágyainkat, akkor ami lehetetlennek tűnik, akkor az is megvalósul. És hogyha elfelejtjük őt, akkor még a hétköznapi dolgok is lehetetlennek tűnnek. Ugye csak? Igen? A kérdés ezzel kapcsolatban, hogy tegyük fel, hogy az embernek akár így kezdő gyakorlóként is van egy olyan vágya, hogy szeretné elégedetté tenni Krisnát. És mondjuk Krisnának meg persze nyilván, mondom, emellett neki is van egy vágya, hogy akkor ő is elégedetté szeretné tenni a baktáit. De hogy mondjuk van mellette mondjuk más vágya, hogy nem tudom, ami viszont én már nem biztos, hogy tudok teljesíteni, mert még úgy érzem, hogy korlátaim vannak ezzel kapcsolatban. Akkor hogy lehet azt elkerülni, hogy ez az emberbe, amikor ezt felismeri, hogy ne keltsen egy ilyen rossz érzést, vagy egy ilyen még több gátat, vagy egy ilyen csalódottságot, hogy hát oké, én még nem vagyok olyan szinten, mint Arjuna, hogy
hogy akkor meghallgatom Krisnát, vagy elolvasom a Bhagavad Gita-t, és akkor... Meghódol teljesen, és akkor így tisztában vagyok, hogy oké, csak végezzem a kötelességem, és akkor ő adja az eredményét. Vagy akkor, vagy mégse legyen az ember egy ilyen csalódott, vagy akkor én erre nem vagyok képes, és akkor most mi legyen? Tehát, hogy van egy fokozatos folyamat, tehát, hogy lehet, hogy még nem tudunk teljesen meghódolni most a jelenlegi állapotunkban. De tudok-e egy lépést tenni a meghódolás felé? És általában egy lépést tudunk tenni. És amikor megtettük az egy lépést, akkor tudunk-e még egy lépést tenni? És igazából így lépések sorozatával elérjük azt egy idő alatt, hogy teljesen meghódoltak leszünk. Lehet, hogy még a teljes meghódoláshoz még kicsit távolinak tűnik a jelenlegi helyzetünkből, de hogyha elfogadjuk, hogy igazából mi más értelme van az életnek, mert én már voltam többször olyan embereknél, akik hagyták el a testüket, ott voltak a halálos ágyukon, és akkor beszéltem velük, és amikor már valaki ott van a halálos ágyán, akkor eléggé lemondott, tehát, hogy mi van a családdal, mi van a házzal, mi van a pénzzel, mert mind elhalványul, mert igazából már nem az a fontos a számára, hanem az a fontos, hogy oké, hova fogok én most menni. És előbb-utóbb eljön az a pont, hogy akkor mindent fel kell adni. Hogyha valaki ezt önként csinálja, akkor egy kicsit könnyebb, hogyha kényszerítve, akkor kicsit nehezebb. De amikor valaki teljesen meghódol Krisnának, akkor Krisna is teljesen meghódol a baktának. Tehát, hogy ez egy kölcsönös dolog. Ugye itt látjuk a Bhagavad Gita elején, hogy Krisna hagyja Arjunának a szekerét. Tehát, hogy nem csak Arjuna szolgálta Krisnát, hanem Krisna szolgálta Arjunát azáltal, hogy vezette a szekerét. És nem, hogy csak vezette a szekerét, hanem ő etette a lovakat, ő itatta a lovakat, ő tisztította a lovakat, tehát, hogy kétkezi szolgálatot végzett Arjunának. Tehát, hogy ez nem csak egyirányú, hogy én meghódolok Krisnának, Krisna meg pedig, mint egy ilyen zsarnok, akkor kihasznál engem, mert ez lehet, ugye azért fél az ember a meghódolástól, mert ilyen képe is lehet Istenről. Mert hogyha én lennék Isten, akkor biztos így csinálnám. hanem ugye Istenről van egy nagyon furcsa elképzelés sok embernek, hogy akkor Isten csak elfogadja mindenkinek az imádatát, a szolgálatát, és ő nem viszonoz. Csak ugye, mint egy büntető, vagy jutalmaz, vagy büntet, hanem Krisna viszonozza a szeretetteli odaadást, és akkor ő is szolgálja Arjunát. És amikor ezt megértjük, hogy ezt jelenti a meghódolás, akkor egy teljesen más elképzelésünk lesz róla sajnos. Most, ami elképzelésünk van a lelki életről, vagy Krisnáról, vagy akár saját magunkról is, az igazából nem valós, hanem téves, mert befedi az illúzió. Magunkra is úgy gondolunk, hogy én ez a test vagyok. De igazából mi örökkévaló lelkek vagyunk, akinek viselnie kell most ezt a testi ruhát, amiért itt vagyunk ebben az anyagi világban. De amikor megvalósítjuk, hogy én örökkévaló lélek vagyok, Krisnának a szolgája, akkor ez a meghódolás, mert ez olyan természetes, mint hogy levegőt veszünk. Tehát, hogy ez a... Mert igazából mindenki meghódol, vagy a lelki energiának, vagy az anyagi energiának. És amikor félünk meghódolni Krisnának, akkor fel lehet tenni a kérdés, hogy az anyagi energiának nem félünk meghódolni? Tehát, hogy az sokkal félelmetesebb, hogyha körülnéztek a világba, hogy mi van most a világba. Ugye háborúk vannak több helyen is, és nem pont arról szól, hogy itt mindenki annyira a másik embernek a boldogulásáért él. Sőt. És akkor, de a lelki energiának, vagy Krisnának
meg félünk meghódolni, mert ó, mi fog történni. Az anyagi energiának viszont nem félünk meghódolni, mert azt elég jó begyakoroltuk. Hm? Mit gondolsz? Azt igen, el tudom fogadni, igen. Hát még egy gondolatom volt ezzel kapcsolatban, de valahol választ kaptam rá, hogy ha igen, akkor az ember megteszi ezt az egy lépést, csak hogy nyerni az egy lépésnél, hogy tud mellette, hogy tudja ezt az egy lépést boldogan megtenni, hogyha úgy érzi, hogy egy kicsit tőle ez még így idegen, úgymond, szóval. Akkor lehet, hogy több lépést próbál egyszerre megtenni. Mert egy lépést mindenki meg tud tenni, hogyha akar. Hogyha túl több lépést akarunk egyszerre megtenni, lehet, hogy az túl nehéz. De egy lépést mindenki meg tud tenni. Ez kicsit olyan, hogy mint amikor sötétbe megy az ember autóval. Hogy amikor az autó világít a lámpájával vagy a reflektorral, az a lámpa nem világítja meg az egész utat a végcélig. Csak valamennyire, nem tudom, egy 40-50 méterre megvilágítja az utat előttünk, és akkor látjuk arra az utat előttünk, és akkor tudunk menni, mert látjuk, hogy mi van előttünk. De amikor megyünk előre, a lámpa megint annyival előbbre mutat. És akkor megint látjuk, hogy merre megyünk, hogy merre kell kanyarodni esetleg. Tehát, hogy a következő lépést mindig látjuk, vagy láthatjuk, ha akarjuk. És ezért vagyunk bakták társaságában, hogy akkor kapunk segítséget, hogy mi a következő lépés. Szóval, hogy meglépjük, vagy nem lépjük, az már a mi döntésünk. Tehát, hogy a szabad akaratot Krisna nem veszi el, de a következő lépést azt mindig meg tudjuk tenni, hogyha akarjuk. És hogyha tudjuk, hogy mit szeretnénk elérni, akkor hajlandóak vagyunk lépni a tökéletesség felé. Ez egy utazás, tehát, hogy ez, hogyha azért tűnik félelmetesnek, hogyha ezt egy lépéssel kéne megtenni, hogy nekem most azonnal mindent fel kell adni, nyilván az nem működik. De van egy jó hír, hogy a utazás nem a végcéllal kezdődik, hogy tehát, hogy nem kell a utazás kezdetén már a végcélnál lennünk. A végcélnál a utazás végén leszünk, nem az elején. És ezért Májek generál egy ilyen félelmet, hú, hát én nem tudok egy lépéssel oda menni. Hát persze, hogy nem, hát senki nem tud egy lépéssel oda menni. Azt tud egy lépéssel oda menni, aki már ott van. De mivel még mi nem vagyunk ott, mi még messzebb vagyunk tőle, tudnunk kell, hogy hova akarunk menni, és amikor látjuk, hogy hova akarunk menni, akkor nyilvánvaló lesz, hogy mi a következő lépés, ami arra felé visz. És hogyha azt megtesszük, akkor egy lépéssel közelebb kerültünk. Hogyha lépünk még egyet, akkor még egy lépéssel közelebb kerültünk. És akkor lépésről lépésre akkor haladunk a tökéletesség felé. De nagyon fontos, hogy haladjunk a tökéletesség felé. Jó? Valami más? Ja, én még én azt a kérdést szeretném tovább boncolgatni, amit Solti Prabhu tett föl, hogy hogyan tudjuk meg, hogy mi Krisnának a vágya, mert ugye ilyen olyan döntéshozatalnál, ahol az a kérdésnek a tárgya, hogy most megtegyem ezt, vagy ne tegyem meg ezt, vagy tegyek-e bele energiát, vagy ne tegyek bele energiát, akkor ezt most így válaszoltad, hogy könnyen meg lehet tudni, hogyha belefektetem az energiámat, és sikerül egy idő után, akkor valószínűleg Krisna is így akartam, meg nem, akkor nem. De hogyha mondjuk egyszerre több, hogy már nem kérdés, mert hogy Krisnát szeretném szolgálni, csak az nem mindegy, hogy hogyan szeretném, és mondjuk különböző utak vannak, hogy én hogyan szeretném őt szolgálni, akkor, és még nem kezdtem el egyik utat sem, mert több minden van, és egyszerre, egy időben nem tudok több mindenbe belekezdeni, akkor honnan tudjam meg, milyen tudom az én gondolataimat, meg vágyaimat összekapcsolni Krisnáival, honnan tudom meg, hogy ő mit szeretne velem kezdeni, hogy én melyik utat válasszam. Szadhuguru Sásztra, tehát, hogyha van kérdés, hogy akkor hogyan haladjak Krisna felé, ugye szadó az baktákat jelent,
guru, lelki tanítómester, sászra, szentírás. Tehát, hogy konzultálnunk kell a szentírással, lelki tanítómesterrel, baktákkal, akik felelősek ránk, hogy akkor jó, én most ebbe a helyzetbe vagyok, akarok közelebb menni Krisnához, hogy mi a következő lépés a számomra. És amikor beszélgetünk erről, hogy milyen lelki vágyaink vannak, mi most a jelenlegi helyzetünk, mert általában mindenkinek vannak lehetőségei, kihívásai vagy nehézségei, tehát hogy az mindenkinek van. És akkor hogy tudom a nehézségeimet kicsit csökkenteni, hogy tudom a lehetőségeimet kihasználva megközelíteni Krisnát. És akkor kapunk segítséget, nem vagyunk egyedül. Mert lehet, hogy egyedül, ugye nem tudjuk saját magunkat a hajunknál fogva kihúzni a mocsárból, hanem kell valaki, aki szilárd talajon áll, és akkor segít nekünk, dob egy kötelet, vagy nyújtja a kezét, és akkor kihúz bennünket. Tehát, hogy nem vagyunk egyedül, kapunk segítséget. És akkor nyilván, hogy ez mindenkinek van egy egyéni helyzete, de akkor abból az egyéni helyzetből, hogy tudjuk megközelíteni Krisnát. Ez így jó? Igen. Köszönöm. Oké. Zsolti, neked volt még? Igen, nekem az volt, hogy volt egy összhangban a Krisna mányában, és például most a prédikányszor, most egy konkrét esetet nézzünk, hogy akkor megbeszéltünk Baktipárba, azt mondom, hogy akkor mi legyen a fókusz, hogy egybe költöző az a vágy. És akkor én tényleg ezt minden nap betettem, hogy akkor ezt mondhatjuk azt, hogy ez összhangban Krisna mányával, mert az akkori autoritásomnak, ha megnézzük a sászlát, meg mindent, akkor nyilván az a cél a prédikációnak. Hogy akkor mit kell még csinálni, hogy úgy tényleg ez úgy elérhető legyen, hogy ez tényleg sikerüljön, hogy én be tudok hozni embereket. Hogy akkor, és nekem ez most is minden nap vágy, hogy fog, nem is feltétlenül még egy Krisnában, hogy bakták legyen. Hogy akkor én beszélgetek valakivel, és ez a vágy, hogy akkor rajtam keresztül bakta lesz valaki. Hogy akkor ez hogy lehet elérni? Mit kell még akkor így a vágyom felni? A vágy ott van, hogy így tényleg természetesen ez, hogy bárcsak jönnének, hogy bárcsak mennünk, a fiatal bárcsak. Ez sikerülhetne. A Rupa Goszvámi-nak a tanítások nektárjában mondja, hogy lelkesedés, bizalommal teli törekvés, türelem. Tehát, hogy lelkesen kell törekednünk arra, amit szeretnénk Krisna szolgálatában, de van ott a harmadik dolog, hogy türelmesnek kell lenni, hogy oké, valamit akarunk, annak van egy ideje, amíg beérik. És hogyha kitartunk, ugye, hogyha elültetünk egy magot, akkor elültettük, meglocsoltuk, következő nap megnézzük, hogy hát hol a növény. Hát én elültettem a magot, meglocsoltam, itt az aratás ideje másnap. Tehát, hogy kell türelmesen megvárni, amíg az beérik. Tehát, hogy mindennek van egy érési ideje, és attól függően, hogy milyen dolgot szeretnél, más és más. Hogyha más magot ültetsz el, ugye, hogyha a fűmagot ültet valaki el, akkor az viszonylag gyorsan kihajt. Hogyha egy almafának a magját ülteted el, almának a magját, akkor abból még alma lesz, az lehet, hogy egy jó pár év, lehet, hogy egy 5 év, vagy lehet, hogy még több is, amíg alma lesz belőle. Tehát, hogy attól függ, hogy milyen jellegű az a vágy, hogyha szeretnék egy pohár vizet inni és látni benne Krisnát, ugye lehet, hogy egy pohár vizet elég gyorsan tudok inni. Attól függően, hogy milyen az a vágy, milyen a jellege, akkor lehet, hogy több idő kell hozzá, és több energiabefektetés. És hogyha még nem jött meg, akkor az azt jelenti, hogy még kell tovább. Tehát akkor módszer az jó, tehát a vágy az jó, hogy akkor ez a vágy az jó. Ahogy másoknak segíteni, hogy másoknak átadni a Krisna tudatot, mert igazából mindenkinek erre van szüksége. És akkor lehet, hogy valaki úgy tudja gyakorolni a Krisna tudatot, hogy akkor vagy Krisna völgyben, vagy Budapesten, mint teljes idős bakta, valaki úgy tudja gyakorolni a Krisna tudatot, hogy otthon gyakorolja, az már valakinek az egyéni helyzetétől is függ, de hogyha te akarsz lenni egy eszköz benne, és ez a vágyad, akkor Krisna fog segíteni ebben, hogy akkor küld hozzád valakit, aki
nek te tudsz segíteni. De akkor kell tovább megtartani ezt a vágyat, locsolni ezt a vágyat, és akkor előbb-utóbb beérik. Mehetünk tovább? Igen. Bugi? Hát... Korábbi kérdés. Az eredeti Bhagavad Gita, igen, ez még egy régebbi fordítás. A negyedik vers. Negyedik, ötödik. Bhagavad Gita, asanamha, shana, satyam, dhamma, shana, sukham, dukham, bhavo, bhavo, bhayam, chavi. Csávajam évacsa, ahimsa szamata tustis, tapódánam jasó jasa, bhavanti bhava bhutánam, matta éva pritavita. Értelem, tudás, mentesség a kétségtől és a tévhittől, megbocsátás, igazmondás, az érzékek szabályozása, az elme szabályozása, boldogság és szenvedés, születés, halál, félelem, félelem nélküliség, erőszakmentesség, kiegyensúlyozottság, elégedettség, lemondás, adományozás, hírnév és szégyen, egyedül tőlem származnak az élőlények tulajdonságai. Uh-huh. Köszönöm szépen, ugye itt látunk pozitív és nem annyira pozitívnak tűnő tulajdonságokat, ugye félelem és félelem nélküliség, akkor halál, erőszakmentesség, hírnév és szégyen. Ugye ez mind Krisnától származik. Pont tegnap beszélgettünk erről ugye a kettőségektől, hogy ugye van hő és hideg, fény és sötétség. Igazából a fény és a sötétség az egy szubstancia, de amikor a fény az hiányzik, akkor azt hívjuk sötétségnek, vagy amikor a hő hiányzik, azt hívjuk hidegnek. Amikor félelem nélküli valaki, és amennyire hiányzik a félelem nélküliség, annyira kezdünk el félni. Tehát, hogy ezek a tulajdonságok mind Krisnától származnak, és hogyha valami úgy látjuk, hogy hiányzik, akkor tudjuk azt a tulajdonságot gyakorolni, hogy akkor azzal a tulajdonsággal együtt tudjuk Krisnát szolgálni, és ez mind Krisnától származik. Tehát, hogy nincs semmi, ami Krisnától független lenne, aminek ne Krisna lenne az eredete. Írja a harmadik ének, hogy a Virát Rupának a Krisna testének a vallás az az ő mellkasa, és a vallástalanság a háta. Tehát, hogy ezek az ellentétes tulajdonságok is mind megférnek Krisnában, mert Krisna abszolút. Ugye a relatív világban az egyiket jónak, a másikat rossznak hívják, de az abszolút világban, amikor Krisnával van kapcsolatban, akkor az minden abszolút jóvá válik. Tehát, hogy Krisnától származik minden, és mindent le lehet foglalni az ő szolgálatában. Jó, olvassuk tovább, hatodik. Varsaya szapta purvé, csatvaró managas tata, madbhava manasa jata, nishambaka ima praja. A hét nagy bölcs, előzőleg pedig másik négy bölcs, valamint a manuk, az emberiség ősnemzői belőlem, az én elmémből születtek, és a különféle bolygókat benépesítő élőlények mind tőlük származnak. Tehát, hogy itt látjuk, hogy az univerzumban van sok-sok fajta létforma, 8.400.000 létforma van. És lehet, hogy mi nem találkoztunk még manukkal, vagy ugye prajápatikkal, az emberiség ősnemzőivel, vagy félistenekkel, de ugye látunk élőnyeket magunk körül itt, fákat, növényeket, állatokat, embereket, akik itt a Földön élnek, de minden létformának Krisna az eredete. És itt mondja a hetedik versben,
hogy aki igazán ismeri fenségem és misztikus hatalmam, az tisztoldaló szolgálatba fog ehhez semmi kétség sem fér. Amikor valaki megérti, hogy Krisna mindennek a forrása, akkor mi értelme bárhova máshova menni? Tehát, hogy ha minden Krisnától jön, akkor miért kell bárhová máshova elmenni? Ez olyan, mint amikor valakinek van egy gazdag apja, de elmegy a Tesco-ba dolgozni pénztárosnak minimálbérért. Tehát, hogy miért kéne elmenni, amikor megvan minden otthon? Tehát, hogy nem szükséges, és hogyha valaki Krisnához fordul, őt szolgálja, amire szüksége van, az meg lesz, mind anyagi, mind lelki értelemben, és nem kell sehova máshova mennie. Ezt mondja ez a vers. Ha valaki ismeri Krisna fenségét és misztikus hatalmát, Krisna számára semmi se lehetetlen, akkor tisztoldadó szolgálatba fog. És akkor itt belekezdünk a 8. vers kapcsán, ugye 8, 9, 10, 11-es vers, ez a Bhagavad Gita-nak a lényege, ez a eszenciája. Ugye, hogyha valaki ezt a 4 verset megérti, akkor megérti a Bhagavad Gita-t teljes egészében. Jó, kezdjünk bele a 8. versbe. Zsolti. Ahamsarvasya pravo, matta sarvam pravartate, iti matta bhajante ma, buddha bhava samahitam. Én vagyok az eredeti, a lelki és az anyagi világnak. Minden belőlem állam. Bölcsek, akik tudva tudják ezt, odadon szolgálnak és teljes szívből imádnak engem. Ugye ez, hogy Krisna az eredete, a lelki és az anyagi világnak. Tehát, hogy ha valaki még, valakinek még vannak anyagi vágyai, valamit akar elérni az anyagi világba, az is Krisnától származik. Ha valaki akar híres lenni, gazdag lenni, szép lenni, hatalmas lenni, tudással rendelkezni, ez mind Krisnától származik. És hogyha Krisnához fordul, ezeket mind sokkal könnyebben és tisztábban meg tudja kapni. Miért kellene máshová menni? És hogyha valaki ezt megérti, akik tudva tudják ezt, odaadón szolgálnak és teljes szívből imádnak engem, mert megértik, hogy nincs értelme máshová menni, Krisna az eredete mindennek. És hogyha ezt megértjük, hogy Krisna az eredete mindennek, akkor hogyha van valami kellemetlenség az életünkben, akkor azt úgy kell fogadni, hogy oké, Krisna most akar nekem tanítani valamit. Valamit nem úgy csinálok, ahogy kellene, hogy csináljak. És akkor Krisna ide küldte nekem ezt a feladatot, hogy megoldjam, és hogyha ezt megoldom, akkor sikeres tudok lenni. Ugye beszéltünk még tegnap, vagy tegnap előtt a Vedanta klubban, hogy a küzdelmeinket is meg kell ölelni, hogyha mi nem szaladunk el a küzdelmeink elől, hanem elfogadjuk őket, hogy ezt a feladatot kaptam most Krisnától, és ez mindenkinek egyéni, mindenkinek van a különböző feladatai, egyéni küzdelmei, belső küzdelmei, külső küzdelmei, de hogyha ez sikeresen veszem ezt az akadályt, amit Krisna küldött nekem, mint egy feladat. Ugye, hogyha valaki iskolában van, és a tanár ad neki egy feladatot, akkor nem kezd el mondani, hogy hát ez milyen hülye feladat, miért pont ezt a feladatot adta, hát ez ilyen kényelmetlen, akkor ezzel nekem dolgoznom kell. De pont azért adta azt a feladatot, mert az segít, hogy akkor fejlődjek. És általában, amikor kapunk valamilyen feladatot, akkor az lehet, hogy nem kényelmes. És képzeljétek el, hogyha valaki olimpiai bajnok akar lenni, akkor nem a fotelből fog olimpiai bajnokságot nyerni, hogy csak ül a fotelből és nézi, hogy az olimpiai bajnokok akkor mit csinálnak. Ahhoz neki is ki kell kelni a fotelből, és kell valamit csinálni, kell edzésre menni, kell kicsit megmozdulni, hogy akkor erősebb legyen. És ezek a feladatok, ezek mind erősebbé tesznek bennünket, és hogyha próbálunk csak kényelmesen ellenni, akkor az pedig gyengévé tesz bennünket. És akkor így látjuk, hogyha valami kellemetlenség is van az életünkben, annak is Krisna a forrása, de azért küldi, hogy akkor van azzal valami feladatunk.
Ez így jó. Akkor itt is türelem ugyanúgy, tehát, hogy ha mondjuk tudom is, hogy és megcsinálom, hogy van ilyen belső dolog, de ugyan visszajön százszor, ezerszer, és már egyben tudom ott tenni, mert megvan a megoldás, megkérdeztem a gurút, leírt a Bhagavad Gita, egyértelmű, hogy mit kell tanulni, de még mindig nem megy át, akkor ott is türelem. Tehát türelem, mert ugye az anartáinkat, a rossz tulajdonságainkat is elég nagy türelemmel összeszedtük sok-sok év, sok-sok élet alatt. Tehát, hogy akkor ahhoz, hogy kitisztuljanak, ahhoz is kell türelem. Tehát, hogy ugye most nem tudom hány élet óta, sok-sok százezer élet óta itt vagyunk az anyagi világban, és elég sok szemetet összegyűjtöttünk. Tehát, hogy amíg ez kitisztul, ahhoz is kell valamennyi idő. Sokkal kevesebb, mint ami úgy kellene, mint hogyha csak a karma alapján próbálnánk kitisztítani, mert az odaadó szolgált nagyon hatékony, de még mindig eltart valamennyi ideig, amíg kitisztul. Tehát, hogy de mi azt gondolnánk a lelki életről, elkezdtem dzsapázni ma, és akkor holnap már tiszta baktának kéne lennem, legkésőbb holnap után. És a báva szintre, az extatikus odaadó szolgálatra hajlandó vagyok még egy napot talán várni, az már háromnak. És a prémára, az Isten iránti szeretetre, még egy napot rárakunk, négy nap, és akkor egy kolostorok itt a hétvége alatt, akkor majdnem megjártam a teljes utat. Jó lenne, de általában nem ez a forgatókönyv. Kell egy kis türelem hozzá. Jó? Jó, más? Jó, olvassuk tovább, Cynthia, 9. Nagy csittem az Gataprána Bulianta Palaszpalam Kathayanta Csamán Nityam Tusyanti Csalaman Kicsam. Tiszta híveim, gondolatai bennem lakoznak, életüket teljesen az én szolgálatomnak szentelték. Nagy örömet és elégedettséget éreznek ők, amikor felvilágosítják egymást és rólam beszélgetnek. Itt pedig elmondja ez a vers, hogy nekünk mit kell csinálni. Hogy tudjuk azt megtapasztalni, hogy Krisna mindennek a forrása. Ugye azt mondja, hogy tiszta híveim gondolatai bennem lakoznak, életüket teljesen az én szolgálatomnak szentelték, nagy örömet és elégedettséget éreznek ők, amikor felvilágosítják egymást, és rólam beszélgetnek. Tehát, hogyha mi beszélgetünk Krisnáról, hallunk Krisnáról, beszélünk másoknak Krisnáról, akkor egyrészt nagy örömet és elégedettséget tudunk meríteni ebből, tehát, hogyha valaki akar boldog lenni, akkor ez a módja. És akkor ezáltal a gondolatainkat, a tetteinket lefoglaljuk Krisna szolgálatában, és akkor természetesen minden külön erőfeszítés nélkül haladunk az önmegvalósítás célja felé, és közben boldogok is tudunk lenni. Tehát, hogy az odaadó szolgálat már a kezdeti szinten is adja ezt a boldogságot, hogyha gyakoroljuk megfelelően. Oké, valakinek ehhez? Ugye ez a istagosti, ugye ma este is lesz szennév istagost, igazából erről szól, hogy akkor beszélgetünk Krisnáról, beszélgetünk az odaadó szolgálatról, mit kell nekünk csinálni, énekeljük együtt a Hare Krishna Maha Mantrát, szolgálatot végzünk együtt, és akkor lassan-lassan, akkor megtisztul a szívünk minden szennyeződéstől. És akkor ez az első két vers, a 8. és a 9. elmondja, hogy mit csinálnak a bakták, és a 10. és a 11. pedig elmondja, hogy Krisna hogyan viszonozza ezt. Akkor meghallgatjuk a Bogitól, hogy Krisna hogyan viszonozza ezt az adadást. 10. vers. Tésám szatata juktánám, bajatám priti purvakam, dadámi buddhi jógamtam, jénamám upajántité. Akik szüntelen odaadással és szeretettel szolgálnak engem, azoknak megadom azt az értelmet,
amellyel eljuthatnak hozzám. Tehát, hogy Krisna mondja, hogy ha valaki odadással és szeretettel szolgálja őt, ugye szüntelen odadással, akkor ő megadja az értelmet. Tehát, hogyha valaki nem pontosan tudja, hogy mit kell csinálni, akkor vagy belülről, vagy kívülről, akkor Krisna fog segíteni, hogy akkor merre menjünk. Tehát, hogy Krisna nem hagyja válasz nélkül a baktáit. Elolvasod még a 11-et is? Az kapcsolódik. Tésám évánukam pártam, aham agyána dzsantama, násja jámi átma bávasztó, gyána bípénam vászvatá. Különleges kegyemből én, aki szívükben lakozom, a tudás fénylő lámpásával szétosztatom a tudatlanságból származó sötétséget. Tehát, hogy akkor, hogyha van valamennyi tudatlanság még a szívünkben, ami sajnos előfordul, akkor Krisna a tudás fénylő lámpásával eloszlatja azt. Tehát, hogy Krisna segít nekünk. Igen? Ez jó példa. Sokszor van az, amikor így nagyon akkor tanulom, gyorsan, és akkor itt tényleg így, jó, hogy mit kell csinálnom, hogy, és kijön belőle, hogy valami, hogy mondjuk van ilyen aha, hogy akkor ez mondjuk ilyen, hogy az megadja az értelmet, vagy ezen keresztül is lehet, hogy kijön abból az a szövegből, hogy mit kell most csinálni, hogy ez a mondat, az a szó, az a vers, az a magyarázat, ez lehet. Igen, vagy hogy olvasunk valamit a szentírásokból és azon keresztül, vagy baktákon keresztül, vagy lelki tanítómesteren keresztül, vagy valamikor csak egy egyszerű emberen keresztül. Tehát, hogy Krisna nincs korlátozva, hogy kin keresztül kommunikál felénk, akin keresztül akar, akkor tud kommunikálni felénk, vagy belülről, a szívünkből, vagy az elménken keresztül is tud kommunikálni, és akkor megmondja, hogy mit kell csinálni, hogy hogyan tudunk hozzá közeledni. Tehát, hogy számtalan ilyen példa van, hogy akkor Krisna segít kívülről, belülről, hogy mit kell csinálni. Tehát, hogy Krisna segít. Jó, más? Nekem ezt csak hozzáfűzni magam lenne, hogy ilyenkor meg kell tanulnunk nyitottaknak lenni, mert az a baj, hogy az ember hajlamos arra, hogy így bezárja magát egy ilyen dobozba, hogy oké, nekem itt van a gita, és akkor meg a bakták testvérek, és akkor csak innen fogom tudni megkapni a választ, és mindent akkor kitörlök innen. De amit Lila Sukha Prabhu mondott most, hogy más emberektől is kaphatjuk ezt a választ, én többször tapasztaltam ilyet, hogy volt egy kérdés, foglalkoztatott, és hát nem tudom, hogy kihez forduljak, nem tudom, mit csináljak, és akkor csak leültem a buszon, jött mellé, mert én is elkezdett olyan dolgokról mesélni, mint hogyha 1000 éve ismernek. Hogy pont azokat a témákat érintette, amiket hallani akartam, vagy kinyitok valahol egy könyvet, és pont olyan dolgokat találok, amire úgy szükségem volt, vagy, és nem feltétlenül Prabhupád könyvei, hanem teljesen mások. Igen, tehát, hogy Krisna nincs lekorlátozva. Hogyha van egy kérdésünk, és ez jól megfogalmazzuk, akkor megérkezik rá a válasz. Belülről, kívülről, legjobb szaduguru sásztra. De hogyha valami miatt, akkor azt nem tudjuk, akkor Krisna nincs korlátokhoz kötve. Jó, olvassuk tovább. Roli. Param Brahma, Param Dhamma, Pavitram, Paramam, Bhavam, Purusham, Savatam, Divyam, Adidevam, Ajam, Vibhu, Ahustvam, Rashaya, Sarve, Devarshir, Naradas, Tata, Asito, Devalam, Vyasa, Svayam, Chaiva, Bravishime, Arjuna így szólt. Te vagy az Istenség legfelsőbb személyisége, a legvégső hajlék, a legtisztább, az abszolút igazság. Te vagy az örök, transzcendentális és eredeti személy, a megszületetlen, a leghatalmasabb. Narada, Asita, Devala, Vyasa és minden más nagy bölcs megerősíti ezt az igazságot rólad, és most te magad is ezt mondod nekem. Köszönöm szépen. Ugye
Itt, amikor ezt hallotta Arjuna, akkor elfogadta Krisnának a felsőbbrendűségét, hogy ő az Istenség legfelsőbb személyisége. Ugye mondja, hogy te vagy az Istenség legfelsőbb személyisége. A legvégső, a legtisztább, az abszolút igazság. Pavitram. Van egy szép magyarázat a 10. énekben, ami mondja, hogy hogyha valaki meg akarja közelíteni a napot, nem teheti meg anélkül, hogy tűzzé ne válna, ugyanúgy, hogyha valaki meg akarja közelíteni a legtisztább Istenség személyiségét, nem tudja azt megtenni anélkül, hogy tisztává ne válna. Tehát, hogyha mi a legtisztábbat akarjuk megközelíteni, akkor nekünk is meg kell tisztulni. Ugyanúgy, hogyha valaki a napot akarja megközelíteni, akkor ott meleg lesz. Tehát, hogyha mi a legtisztábbat akarjuk megközelíteni, akkor nekünk is meg kell tisztulnunk. És akkor mondja itt Arjuna, hogy ő a legtisztább, legvégső menedék, az abszolút igazság. És érdekes, hogy akkor itt nem csak a saját megvalósítását mondja, hanem Nárada, Aszita, Dévala, Vyász és sok más nagy bölcs megerősíti ezt az igazságot, és most te magad is ezt mondod nekem. Tehát, hogy a fordul a bölcsekhez, a tanítványi láncolathoz. Igen, hogy ezt nem csak Krisna mondja, nem csak ő tapasztalja, hanem ezt mondják a tanítványi láncolatnak a tagja is. És akkor itt elfogadja Krisnának a fenségét, és itt a 14. versben mondja, ó Krisna, teljes igazságként fogadom el mindazt, amit elmondtál. Sem a félistenek, sem a démonok nem érthetik meg személyiséget, ó Uram. Tehát, hogy Krisnát nem olyan könnyű megérteni. Bizony, egyedül, 15-ös, egyedül csak te ismered magad belső energiád által, ó legfelsőbb személy, mindenek eredete, minden légy Uram, Istenek, Istene, világegyetem Ura. Ugye ezek Krisnának a különböző nevei, ami a pozíciójához illenek. Erről szintén beszéltünk tegnap ugye a Vedanta klubban, tegnap reggel. Ugyanúgy ez Krisnának ugye a legfelsőbb személy, mindennek az eredete, minden lény ura, Istenek Istene, világegyetem ura, ez mind a pozíciójára vonatkozik, ugye, mert itt vagyunk az abszolút fenségéről szóló fejezetben. Mert ahhoz, hogy tudjuk szeretni Krisnát, akkor a szeretetet meg kell, hogy előzzön a tisztelet, hogy akkor mi becsüljük Krisnát a fenségért, a nagyságáért, a kiválóságáért, és amikor ez megvan, erre tud épülni a szeretet. És ezért itt Krisna fog beszélni a fenségeiről. Itt a 16. versben kéri őt Arjuna, kérek, beszélj nekem részletesen isteni fenségeidről, amely által áthatod-e a világok mindegyikét. Ugye Arjuna szeretne meditálni Krisnán, szeretne emlékezni rá, és akkor most kér segítséget, hogy hogyan tudok rád emlékezni, hogyan tudok rajtad meditálni. És akkor mondja, hogy ó Krisna, ó legfelsőbb misztikus, hogyan gondolhatok állandóan rád, hogyan ismerhetlek meg téged. Ó Istenség legfelsőbb személyisége, milyen formákban emlékezzek rád. Ugye pont arról beszéltünk tegnap is, hogy Krisnát nem lehet személytelen módon megközelíteni, ő egy személy. És a személyes meditáció sokkal könnyebb, mint a személytelen. Ugye, hogyha valaki próbál a semmire gondolni, nem tudom, hogy valaki próbálta közületek, hogy a semmi meditálni. Próbáltam. Ez lehetetlen. Próbáltad? Nem volt sikerem, hogy az nem semmi. A sikerélmény az semminek számít, vagy nem semminek? Nekem is mesélték, hogy akkor a két gondolatok közötti szüneten kell meditálni. Igen, de hát ez nem egy igazi meditáció. De amikor valaki próbál Krisna nevén, formáján, tulajdonságain keftelésére gondolni, az sokkal-sokkal könnyebb. Ugye, hogy ha próbáljuk hallani Krisna nevét, vagy bemegyünk a templomot, látjuk magunk előtt Krisnának a formáját, akkor arra lehet konkrétan gondolni, hogy milyen ruhába volt ma Krisna, milyen ékszerekkel díszítették, milyen virágok voltak a virágfüzérben, milyen ékszerei voltak, akkor nagyon könnyű erre gondolni. A semmire, az nem könnyű. Ezzel kapcsolatban
kapcsolódó kérdésem, hogy viszont azt lehet értelmezni, mondjuk a semmi való meditálást, vagy kitisztítjuk a gondolatainkat, mert megpróbáljuk elengedni őket, és akkor mint egy így szimbolikusan, mint ahogyha az ember leborulna Isten elé, és kinyújtaná a kezet, vagy kezét, vagy valamit, valaminek tárcsapögtessen belé. Vagy próbálunk mentesülni azoktól a gondolatoktól, amik visszatartanak attól, hogy oda tudjunk járulni elé, mondhatni egy meditációsan. Visszakérdezhetek egy kérdéssel? A semmivel ki tudsz takarítani? Nem. Tehát, hogy vegyünk egy példát, van egy szobád, és nincs hozzá semmid. És akkor a semmivel ki tudod takarítani a koszos szobát? Tehát... De az már valami. Tehát, hogy... Mert a mi problémánk, hogy a szívünkben nem semmi van, hanem tel van szennyeződéssel. És hogyha próbálunk a mesterségesen a semmi meditálni, az nem fogja változtatni a szívünknek a tartalmát, mert a lenyomatok, az eddigi lenyomatok, azok ott maradnak, csak próbálunk valahogy most nem csinálni újabbat. De ez igazából egyrészt nem lehet fenntartani, hogy akkor az ember semmi meditál. Hát, meddig tudsz semmi meditálni? Nem sokáig. Sem eddig. Sem eddig nem lehet a semmi meditálni. De, hogyha fogjuk Krisna szent nevét, akkor Krisna szent neve kitisztítja a szívünket mindezektől. Annyi sok rossz benyomás, rossz gondolat, rossz vágy, rossz szokás van a szívünkben. És még hogyha próbálunk Krisna nevén meditálni, akkor még itt is kell valamennyi türelem, amíg kitisztítja. Ugye, mert amikor, azt hiszem mindannyiótoknak van az a tapasztalata, hogy amikor énekeljük a Hare Krishna mantrát, akkor jönnek föl a régi emlékek, régi rossz szokások, vagy mit csináltam a múltban, vagy mi történt velem a múltban. És akkor ott van egy döntésünk, hogy akkor elengedjük, vagy meditálunk rajta. Hogyha elengedjük, hogy oké, én csináltam ezeket a dolgokat, de nincs rá szükségem többé, akkor elmennek. Hogyha elkezdek rajta meditálni, akkor megtartom őket, olyan, mint amikor valaki próbált selejtezni, vagy hogy hívják ezt a nagy takarítást? Szelektálás, van ennek egy neve. Majd eszembe jut, hogy valami, hogy akkor próbálunk megszabadulni a régi dolgoktól. És a lomtalanítás, pontosan ez az. És akkor, amikor előkerülnek a szekrényből, vagy fiókok mélyéről dolgok, hát ez még jó lesz valami. És akkor lehet, hogy már évek óta már rá se néztünk, de előkerül, hát ez még kell nekem. És akkor vissza a fiókba. Ugye, de a meditáció az oké, akkor engedjük el ezeket a régi dolgokat. De ezt a semmivel nem tudod megcsinálni. Ez csak nem is, hogy egy valamint történő meditációval, hanem ez Krisna nevén, szent nevén való meditációval lehet megtenni, mert Krisna tisztító, és akkor megtisztít minden szennyeződéstől. Ha valaki a semmi próbál meditálni, akkor a tisztulás eredménye is semmi lesz. Mert akkor nem fog történni. Jó? Igen. Hozzáfűzni Lolitaból, hogy egyébként Pancsatatvaktaból ez egy nagyon jó példát mondott nekünk tegnap vagy tegnap előtt, hogy az elménket, és ugyanúgy ezt a szívvel is el lehet képzelni, hogy egy ilyen tárolóhelyhez hasonlította, hogy nem lehet, hogyha van mondjuk egy csomó ilyen halom, és ez nem úgy működik, hogy semmivel újra elkezdem feltölteni, és akkor kiszorulnak majd a rossz dolgok, hanem a rossz érzéseket jó érzésekkel kell mondjuk kitakarítani, hogy ez ilyen helycsebe általában is, nem olyan, hogy ezt kitakarítom, és akkor üres lesz az egész szoba, hanem ez egy folyamatos csever, és ilyenkor nagyon jó, igen, például a mantrázás is, hogy tényleg, hogy ez inkább így helyettesít, nem egészen töröl, hanem igen. Na, lelki tanító mester mondott egy szép példát, hogyha van egy edényed, ami tele van tintával,
És ugye a szívünket hasonlított egy edényhez. És nem tudjuk csak azt csinálni, hogy kiöntjük a tintát, és helyette tejet öntünk, hanem elkezdjük tölteni a tinta tetejére a tejet. És akkor folyik bele a tej, de még benne van a tinta, és először a kettő keveredik. És akkor ilyen furcsa a tinta és tejnek a egyvelege lesz. De hogyha folytatjuk, hogy öntjük a tejet, akkor egy idő után akkor kiszorítja a tintát, és akkor nem lesz többé tinta. De arra kell vigyázni, hogy akkor ne öntsünk megint tintát, mert hogyha öntünk egy kis tejet, megint öntünk egy kis tintát, akkor nem annyira tisztul. Jó. Folytathatjuk, vagy valakinek van még hozzáfűzés? Jó. Akkor folytassuk. Hanyadik versnél vagyunk? 17. Az volt most, nem? Igen, 18. jön. Ki következik? Zsolti? Vista Lénát Manomo Jogam Viputincsa Janárdana Bújja Kathaya Triptihi Simbato Nászti Mimritam. Ó, Janárdana, kérlek, beszélj még egyszer részletesen fenséged misztikus hatalmáról. Sohasem fáradok bele, ha rólad hallhatok, mert minél többet hallom nektári szavait, annál jobban vágyom megíználni őket. Ugye Arjuna szeretne részletesen hallani Krisna fenségeiről, mert szeretné megízlelni, és nem fárad bele. Ugye Arjuna is akkor ott hallotta a kurukshetrai csatatéren a Bhagavad Gita-t, Pariksit Maharács pedig ott hallotta a Sukadev Goszvámitól a Srimad Bhagavatam a Ganges partján 7 napon keresztül. Képzeljétek el, nem evett, nem ivott, nem aludt, hanem 7 napon keresztül pihenés nélkül hallgatta a Srimad Bhagavatamot, és ő is mondta, hogy nem fáradt bele, ugye, mert annyira figyelt, annyira alázatosan figyelt a Bhagavatam üzenetét. Mi még előfordul, hogy belefáradunk, vagy lehet, hogy mi nem tudjuk 7 napon keresztül folyamatosan hallani, de legalább amennyit próbálunk, vagy amennyit tudunk, akkor azt halljuk a Bhagavatamot, és akkor, hogyha ezt szépen és rendszeresen csináljuk, akkor egyre kevésbé fogunk belefáradni. Jó, folytassuk. Nekem ehhez lenni hozzá a kérdésem, hogy ezt hívják ilyen flow élménynek. Igen, de ennek van egy anyagi aspektusa, meg egy lelki aspektusa. Ugye, amit flow-nak hívnak, ugye Csíkszentmihályi Mihály, akkor ő beszélt először előre a flow élményről, ez igazából a jóság kötörének egy megnyilvánulás, amikor valaki nagyon... Igazából a rendszer az kicsit hasonló, amikor valaki elmerül egy tárgyban. Ugye valaki kutat egy dolgot, vagy nagyon benne van egy témában, de az egy anyagi téma. És amikor elmerül abban, akkor is tapasztalja ezt, hogy akkor kicsit megszűnik a tér és az idő, és nem fáradnak bele. De amikor ugyanez Krisnára vonatkozik, hogyha valaki Krisnáról hall, Krisnával foglalkozik folyamatosan, akkor transzcendentális lesz. Nem csak egy jóság kötőjének egy élménye, hanem akkor ez egy transzcendentális élmény. Ugye még mondja a Srimad Bhagavatam is, hogy még egy kezdő bhakta is felszabadulhat, hogyha állandóan Krisnára gondol, és állandóan Krisnát szolgálja. Igen, Bogi? Krisna bőrben tartottatok már ilyet, hogy 7 napon keresztül nem olvastátok a Srimad Bhagavatamot? 7 napon keresztül folyamatosan nem olvastuk a Srimad Bhagavatot, vagy legalább tudtam már nem. De ugye, amikor van például egy Pándava Ekadasi, akkor előfordult már, hogy akkor 24 órán keresztül dzsapáztunk, énekeltük a Szent Nevet. Tehát, hogy az lesz, nem is olyan soká, júniusban lesz. Május, június, valahogy ott Pándövök adaszi. Szárazbőt, hogyha valaki tudja csinálni, most igen. Azt mondom, hogy 24 órán keresztül énekeltétek a Szent Nevet. Aha, dzsapáztunk. Szárazbőt van. Aha. Na, de lehet, hogy majd eljön az idő.
hét napon keresztül folyamatosan. Pont az egyik bakta mesélte pont a száraz bőjtel kapcsolatban, hogy volt valamelyik évben kint voltak Zűtirolba szankirtanozni, és akkor rosszul olvasták le a naptárat, és két nappal korábban tartották a pándövek a deszi bőjtet. És akkor lement az aznapi bőjtnap, és akkor rájöttek, hogy más két nap múlva van a pándövek a deszi bőjtet. Utána megint megtartották. De ezért jobb azért odafigyelni, hogy mikor van az ideje. Jó, valami még ezzel kapcsolatban? Jó, már egymás után jött a két nap. Akkor az egy kicsit nehezebb lett volna. Jó, ki következik? Szintia. A 19. Sri Bhagavan uvácsa hantatékat hajsjámi divya hiátma vibhutaja rádám nyata kurusirista masti antó vistarasya mi. Az Istenség legfelsőbb személyisége így szólt. Jól van, beszélek neked, ó Arjuna, csodálatos megnyilvánulásaimról, de csak a legfontosabbakról, mert felségemnek nincsen határa. Ugye tehát, hogy Krisna végtelen, a fenségei is végtelenek, úgyhogy nem tudja mindegyiket felsorolni ilyen egy pár percben, de legalább a legfontosabbakról fog beszélni, és akkor itt belekezd. 20. vers. Ó Arjuna, én vagyok a felső lelk, aki ott lakozik minden élőny szívében, én vagyok minden lény kezdete, közepe és vége. Tehát a felső lelk ott van mindenkinek a szívében, és irányít mindenkit. Ugye még Isvara Krishna Prabhu és Bhagavat Priya Prabhu írtak erről egy könyvet a Természet IQ-ja címmel, hogy honnan tudják az állatok, hogy mit kell csinálniuk. Honnan tudják, hogy kell azt a fészket megépíteni, nem jártak iskolába, ugye szakközépiskolába. Most képzeljétek el, nektek kéne egy fészket megépíteni, úgy, ahogy a... Hát nem biztos, hogy meg tudnák úgy építeni. Megtanulnánk a madaraktól. Madaraktól. Ugye, mert vannak nagyon különleges fészkek, és akkor nagyon... Tehát, hogy az honnan tudják, hogy kell csinálni? Azért, mert a felső lett megmondja a szívükben, hogy kell csinálni. Tehát, hogy az állatok is annyi különleges dolgot tudnak, azért, mert Krisna ott van a szívükben, és akkor megmondja nekik. És ugyanúgy, hogyha mi is hallgatunk belőle, kedves Uram, most mit csináljak? Vagyok egy helyen, mindenki van valamilyen szituációban, könnyebb vagy nehezebb szituációban, és akkor oké, most mit kell csinálnom? És akkor feltesszük ezt a kérdést, és akkor figyelünk a válaszra, hogy akkor mit mond Krisna, hogy oké, ez a helyzet, mi a feladatom, most mit csináljak? És akkor Krisna megmondja, az állatoknak is megmondja, akkor miért ne tudná nekünk is megmondani, hogyha odafigyelünk rá. Jó, felsőnek. Neked van valami? Nem csak így ez az állatos dologhoz hozzá, szóval ez tényleg nagyon jó, hogy hitelősítő, mert van például egy ilyen sas, ami azt csinálja, hogy így ott vannak a hegyen ilyen kecskék, oda megy, így felkapja, lelöki a szakadékba, és így ahogy zuhan le, megy így utána, repülőd utána, hogy tudja hova esik, leesik az állatokat, belehal vagy már zuhanás közben, és akkor oda megy, eszik belőle, de már megy a következő, ez már jön a tigris, vagy az oroszlán, majd meg elfoglál sas. És akkor így megy, és így löki le a kecskéket a helyen. Ez is, hogy milyen okos, hogy tudja, hogy ilyen mellett, mert nem tudná így elkapni így sima szárazföldön, de így a helyen van annyi lendülete, meg ereje, hogy így lelöki, és jól érdekes. Szegény kecskék. Oké, 21. vers. Ádityák közül Visnu, a fények közül a ragyogó nap, marutok közül Maricsi, a csillagok közül pedig a hold vagyok. Ugye akkor mondja, hogy a fények közül, ragyogó fények közül a nap vagyok, csillagok közül a hold, és akkor mondja, hogy
hogyha látunk valamit, ugye látjuk a napot, látjuk a holdat, és akkor tudunk emlékezni, hogy ő Krishna, honnan kapja a napa erejét, honnan kapja a hold az erejét Krishnától. A védák közül a számavéda, ugye a számavéda az a legdallamosabb, az a legszebb. A félistenek közül Indra a mennyek királya, érzékek közül az elme vagyok. Én vagyok az életerő, a tudat minden élőlényben. És akkor így Krishna sorolja, hogy mi képviseli őt. És amikor találkozunk ezzel, ugye látjuk, mondjuk halljuk a számavédát, vagy ugye a Bhagavatamban többször megjelenik Indra, a mennyek királya. Az elménk az meg folyamatosan 0-24 órában megjelenik, akkor azt tudjuk tapasztalni. És az irányítja az érzékeinket. Hogyha az elme akar valamit, akkor az érzékeknek azt kell csinálni. Jó, 23. vers, ki következik? Bogi. Rudránám, Sankarascsám, császmi, vittésó, jaksa, raksa, szám, vaszunnám, bávakascsámi, méru, sík, harinám, aham. A rudrák közül az Úr Shiva, a jakság és ráksaság közül a vagyon ura, Kubéra, a vaszuk közül a tűz, Agni, a hegyek közül pedig méru vagyok. Ugye akkor itt is sorolja, hogy igen, kis ablakot nyithatunk. Ugye? Shiva, Kuvéra, Agni. Tessék? Pudik közül a batura. Igen, tehát, hogy mindennek van valami csodálatos potenciája, és a mindenből a legjobb az Krisnát képviseli. Itt vagyok, itt mondja a következő versben, ó Arjuna, tudd meg, hogy a papok közül én vagyok a legfőbb Brihaspati, hadvezérek közül Kártikeya, vízgyűjtők közül pedig az óceán vagyok. Ugye már tudjuk látni az óceánt, ugye ott van a legtöbb víz. Akkor az Krisnát képviseli, mert máshol is vannak víz, van egy folyóvíz, vagy egy tó, vagy egy kút, de az óceán az a legtöbb víznek a gyűjtője. A nagy bölcsek közül Brigu, a hangvibrációk közül a transzcendentális on vagyok, az áldozatok közül a szent nevek éneklése Japa, a rendíthetetlen dolgok közül pedig a Himalája vagyok. Ugye a Himalája az elég nagy. Ti láttátok a Himaláját, amikor voltatok Indiában? Messziről. De a Himalája az egész nagy, az hatalmas területet ölel föl, és jó, nagyon magas hegyei vannak, tehát, hogy ezek a hatalmas dolgok, a fenséges dolgok, ezek mind Krisnát képviselik. Jó, olvassuk tovább. Igen? Nekem csak a vízgyűjtők közül pedig az óceán, arról eszembe jutott egy nagyon szép dolog, hogy most már így elfelejtettük, hogy nagyon redukálódott a szókincsünk, és nem is tudjuk a magyar szavak közül, hogy mit, mire és hogyan és miért használjuk. De egyszer olvastam egy könyvet, ami arról szólt, hogy a tenger szót boncolgatta, meg az Isten szót, hogy nekünk az Isten szó az igazából két szóból állt össze, mint maga az a teremtő eszencia, és igen, az Isten, igen, és igen, hogy maga az a teremtő elő, meg maga az Isten, és ez ebből a két dologból állt össze a szó, és ezért van az, hogy a tengerben ott van a ten szó, és a ten az a végtelent jelöli, és ezek így egy csomó pár szóban ez a ten, mint Istennek valamilyen ilyen volt potenciálja, hogy benne van a szavakban. Mindegy, csak érnél. Köszönöm szépen. Oké, olvassuk tovább. Vasaká szabda, Rikshanam, Divarsinam, Csánagada, Gandharvanam, Csitrarata, Szithanam, Kapilom, valamennyi fa közül a Banyan, a félistenek bölcsei közül Nárada, a Gandharvák közül
közül Csitraráta, a tökéletes lények közül pedig a bölcs Kapilla vagyok. Ugye a Banyan fa az egy nagyon különleges fa, mert amikor elültet valaki egy Banyan fa magot, akkor kinő belőle a fa, és az ágai leérnek a földre, és azok az ágak legyökereznek, és abból kinő még egy fa. És akkor kinő a fa, annak az ágai megint leérnek a földhöz, akkor ott, ahol leérnek az ági, abból megint kinő egy fa. És így egy darab magot, hogyha elültet valaki, akkor egy egész erdő tud lenni belőle egy idő után. Ugye akkor azt mondja, hogy valamennyi fa közül a Banyan fa vagyok, félistenek bölcsei közül Nárada, Csitraratta, Gandharvák közül, Isten tökéletes lények közül pedig Kapila. Tehát, hogy Kapila Muni tanításáról hallunk a harmadik énekben, a Srimad Bhágavatamban, és Nárada Muni pedig szinte minden énekben megjelenik, és akkor prédikál, tanít, felavatja a Prahlád Maharádzsot, Dhruva Maharádzsot, sok-sok mindenki másnak ad tanításokat. Oké, következő. Uccsai Visrasam Asvágám Vidhimán Amritót Bhavam Airavatam Gajendránam Narádám Csa Narádipam. Tudnák, hogy a lovak közül a Nektár óceán köpüléséből született Uccsais Ravá vagyok, a király elefántok közül a Airavata, az emberek közül pedig a király vagyok. Ugye itt, amikor a Nektár óceán köpülték, akkor egy csomó csodálatos dolog jött ki belőle, ez a Uccsais Ravá nevű ló, aki Bali Maharajnak lett a hordozója, Airavata az pedig Indrának lett a hordozója. Ugye az emberek közül a király vagyok, ugye a király képviseli a legfelsőbb személy hatalmát, legalább abban az országban. A fegyverek közül a villám, a tehenek közül Szurabi, nemzet okozók közül Kandarpa, a szerelem istene, kígyók közül pedig Vasuki vagyok. Tehát, hogyha találkozunk ezekkel a, ugye villámot már láttunk, Szurabi tehenet nem feltétlenül, szerelem istenével szinte mindenki találkozott már, Vasuki kígyóval nem biztos, de már egy-két kígyót lehet, hogy láttunk életünkben. Sok csukjás nágák közül Ananta, a vízi lények közül Varuna félisten, az eltávozott ősök közül Arjama, a törvényt végrehajtók közül Yama a halál úra vagyok. Yamarádzsal mindenki találkozott már, csak már elfelejtette, ugye minden, amikor elhagyjuk a testünket, akkor főleg emberi létformában, akkor mindenki ott áll a ítélőszék előtt, és akkor jobb tiszta lelkiismerettel ott válni, és ezért jó gyakorolni a lelki életet, mert ő is Krisnát képviseli. A dattya démonok közül az odaadó Prahlád, ugye róla lesz szó a hetedik énekben főleg. A hódítók közül az idő, ugye volt annyi hódító már a világtörténelemben, de az idő csettintett egyet az ujjával, hova lett Napóleon, hova lett Julius Caesar, hova lett Hitler vagy Stalin, ugye csak elsüllyedtek a idő tengerében. Tehát a vadállatok közül az oroszlán, a madarak közül pedig Garuda vagyok. Ugye oroszlánt szerintem már mindenki látott, legalább állatkertben. Ugye a legerősebb állat. Ugye az oroszlán az nem fél. Tehát, hogy ugye az állatok legtöbbje fél, hogyha megnéztek egy verebet leszáll, és akkor jobbra-balra tekint, vagy aggódva, hogy nehogy valaki bántsa, és akkor próbál egy kis eleséget összeszedni, de az oroszlán az nem fél, még amikor meg akarják ölni, akkor se fél. Tisztító dolgok közül a szél, ugye most éppen fúj a szél, ez megtisztítja a tisztátlan levegőt, fegyverforgatók közül Ráma, a halak közül a cápa, folyóvizek közül pedig a Ganges vagyok. Ugye a Ganges az olyan, hogy megtisztítja a saját magát, amikor voltak, még angol kereskedők jártak Indiába,
akkor mindig, amikor utaztak hajókkal, mindig gangeszvizet vittek magukkal, mert a gangeszvíz az nem poshat meg. Ugye, hogyha vesz valaki csak közönséges vizet, akkor egy idő után állott lesz, és akkor nem lehet meginni. De a gangeszvizének sokszorosa az oxigén tartalma az általános vízhez képest, és akkor azt vitték hosszú utakra magukkal mindig, mert az nem romlott meg. Ó Arjuna, valamennyi teremtésben én vagyok a kezdet, a vég és a közép. A tudományok közül az önvelőszóró lelki tudomány, a logika művelői közül pedig a végső igazság vagyok. Ugye bármibe belekezdünk, elkezdünk valamit, akkor tudunk emlékezni arra, hogy a kezdet az Krisna, és amikor vége van, az is Krisna. És hogyha ki tudjuk számolni, hogy mikor van a közepe, akkor az is Krisna. Oké, okay, 33. vers, ki következik? Akshavanam akkavosmi davandva samasikasya ca aham eva kshaya kalodataham visvato mukha. A betűk közül az A, az összetett szavak közül pedig a mellé rendelő összetétel vagyok. Én vagyok a kimeríthetetlen idő is, és a teremtő közül Brahma vagyok. Ugye, amikor tanultunk a szanszkritot, akkor ugye az igazából az nem A, hanem azt úgy mondják, hogy E. Tehát, hogy az egy másfajta magánhangzó, nem pont A-nak kell ejteni, és ez minden hangban benne van, és akkor ezt alakítják tovább. Hogy itt, hogyha a Bhagavad Gita végén kinyitjátok, ott a szanszkrit ABC, de ez a hang, ez mindennek az alapja. Én vagyok a kimeríthetetlen idő, teremtők közül Brahmá vagyok. A 34-es, ez egy híres vers. Én vagyok a mindent elpusztító halál, és a jövőbeni megnyilvánulások teremtőjelve. A nők közül hírnév, szerencse, finom beszéd, memória, értelem, álhatosság és türelem vagyok. Ezek kimagasló női tulajdonságok. Ugye én vagyok a mindent elpusztító halál. Ugye, hogyha valaki büszke az erejére, valamikor a halál el fogja tőle venni. És ezért fontos, hogy az életünket használjuk, az önmegvalósítás, hogy amikor letelik az élet, akkor fel legyünk rá készülve. A száma véda himnuszai közül a brihat száma vagyok. Ugye volt korábban szó, hogy a védák közül a száma véda, és a száma véda himnuszai közül a brihat száma vagyok, mert ez a legszebb himnusz. Versformák közül pedig a gájatri. A hónapok közül a mágasírsa, november, december, az évszakok közül pedig a virágot fakasztó tavasz vagyok. Azt hiszem, hogy mindenki várja a tavaszt, most már így február közepe kezd lenni. Tavaszias február, most éppen nem, de egy pár napja egész szép idő volt. Ugye a tavaszt mindenki szereti, mert még nincs túl meleg, már nincs túl hideg, sem minden ébred, kezdenek virágozni a fák, azt mindenki szereti a tavaszt. Ugye a 36-os vers, a csalások közül a szerencsejáték, a ragyogók között a legragyogóbb vagyok. Én vagyok a győzelem, a kaland és az erősek ereje. Hogyha valaki akar csalni, a legnagyobb csaló az Krisna. Igazából mindenkit becsap. Itt az egész anyagi világ egy illúzió, és amikor valaki nem akar szolgálni, nem akar együttműködni a legfelsőbb személlyel, akkor ő a legnagyobb csaló, és adja ezt a csalást, hogy akkor azt hiszük, hogy boldogok tudunk lenni az érzékiegítés által, de igazából ez egy csalás. Tehát, hogyha mi csalni akarunk, akkor be leszünk csapva. És ugye a csalások közül a szerencsejáték a legerősebb. Ugye, mert a szerencsejáték az úgy van kiszámolva, hogy nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy az kinek kedvez a szerencsejáték. Széjátének. Aki szervezi. Tehát, hogy ez úgy van kiszámolva. Tehát, hogy gondolnátok azt, hogy egy cég, aki a szerencsejátékkal foglalkozik, az nem a saját profitjára törekszik. Tehát, hogy ez ilyen igazából elképzelhetetlen. És az emberek elhiszik, hogy majd én tudok megnyerni az öt találatosat, és akkor nem tudom, gazdag leszek.
De még az egyik bakta mesélt, hogy az anyukáját, lehet, hogy ezt a sztorit meséltem már, hogy behívták egy lottó sorsolásra, meséltem már nektek ezt? A Zsolti már hallott egy párszor, hogy, és akkor még így ilyen gömbből kellett kihúzni, és mondták neki, hogy a hideg golyót kell kivenni. Előre lefogyasztottak 5 golyót, és akkor azt kellett kihúzni a golyók közül. És pont a apukámnak mutattam egy felvételt, valahogy, nem tudom, Facebookon szembe jött, hogy volt egy ilyen lottósorsolás, amikor már elektronikusan adták, tehát ott kompjúter vezérlésével adták ki a számokat, és még ment a sorsolás, még nem jött ki a golyó, de már a képernyőre kiírták a nyertes számot. És később jött ki a golyó. És akkor ez nagy balhé volt, mert valahogy a adminisztrátor elaludt, és akkor korábban megnyomta a gombot, mint ahogy kellett volna. És akkor utána azt a videót levették, mert az kicsit ciki volt, hogy akkor a... Mert ez csak azt mutatja, hogy amikor már kompjúter vezérli, akkor csak be vannak elő. Oké, melyiket dobja ki, akkor azt kidobja. Tehát, hogy amikor anyukám úgy, nem is tudom, hogy ő mondta, hogy a lottó az a szegények adója, tehát, hogy reménykednek az emberek, hogy akkor majd megnyerik a 5 találatot, de igazából az egy csalás. Ugye, mert az is csalás, hogy én befizetek nem tudom hány 100 forint most egy lottószervény, mennyi 300, 500? Szerintem, amikor egy teljeset kitöltesz, akkor már ezen, majd hogy az összes rúgni. Aha, mondjuk 500 vagy 1000 forint, és akkor akarok rajta nyelni, nem tudom, 100 milliót. A semmiért 500 forintért. Oké, olvassuk tovább, 37-es. Bogi? Brisnénám Vászudévó, Szmi Pándalánám, Dananja, 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 Muninám, Api, a hangjásza, Kavinám, Usaná, Kavi. Brisné leszármazottai közül Vászudéva, a Pándavák közül Arjuna, a bölcsek közül Vyásza, a nagy gondolkodók közül pedig Usaná vagyok. Ugye itt ők mind kiváló személyiségek, Arjuna, Vyásza, Usaná, ugye ez Sukrácsáriára vonatkozik, vagy Vászudév, ugye ő az istenség személyisége. Ők mind Krishna potenciáját képviselik. Ugye Arjuna is, amikor harcolt a Kurukshetrai csatában, senki nem tudta legyőzni őt. De amikor a Kurukshetra csata után Krishna visszavette tőle ezt a képességet, akkor nem tudta kihúzni a Gandiva ilyet. Ugye amikor Krishna felhatalmazta, hogy ő legyen a Kurukshetrai csatának a hőse, akkor tudott cselekedni. Amikor Krishna visszavonta ezt a potenciát, akkor már azt az ilyet, amivel legyőzte az ellenségeket, nem tudta kihúzni. Tehát, hogy Krishna hatalmaz föl mindenkit, hogy azt tegye, amit tennie kell. Törvénytelenséget elfojtó eszközök közül a büntetés, győzelemre vágyok közül az erkölcs, titkok közül a csend, a bölcsek között pedig a bölcsesség vagyok. Itt is különböző dolgok. Erkölcs, büntetés, csend, bölcsesség. Arjuna, minden létteremtő magja is én vagyok. Nincsen olyan mozgó vagy mozdulatlan lény, ami létezhetne nélkülem. Tehát, hogy minden kinek a létezését Krishna teszi lehetővé. És amikor ezt látjuk, akkor látunk valami csodálatosat, látunk valami kimagaslót, akkor emlékezhetünk, hogy az a valaki, aki ilyen kimagasló eredményre tett szert, az azért tudta ezt megtenni, mert megkapta Krishnának a kegyét. 40-es. Ó, ellenség hatalmas legyőzője, isteni megnyilvánulásaim végtelenek. Amit elmondtam neked, az csupán jelzi fenségemet. Ugye ezek csak piarányi töredéke Krishna igazi fenségének. Tudd meg, hogy minden fenséges, gyönyörű és dicsőséges teremtmény pompám szikrájából születik csupán. Tehát, hogy ugye mindenki
Krisna energiájával ékeskedik. Ugye, hogy is van ez a mondás, hogy más tollával ékeskedünk itt az anyagi világban. Ez Krisnának a potenciája. És amikor valaki ezt nem felejti el a forrást, akkor nem lesz illúzióba. De hogyha elfelejtjük a forrást, hogy ez Krisnától származik, az intelligenciánk, az erőnk, a fiatalságunk, bármink, amink van, akkor, hogyha ezt nem felejtjük el, akkor nem leszünk illúzióban. Hogyha elfelejtjük, és akkor magunknak tulajdonítjuk, hogy ennek én vagyok a forrása, akkor az illúzió befed bennünket. De mire való ez a részleges tudomány, Arjuna? Énem parányi töredékével áthatom, és fenntartom ezt az egész univerzumot. Tehát, hogy Krisna fenntartja a világokat, az univerzumokat, ugye énének a parányi töredékével, tehát, hogy ez neki nem okoz egy hatalmas erőfeszítést. Lehet, hogy amit mi próbálunk valamit megoldani, az nagy erőfeszítésbe kerül nekünk, de számára ez nem egy nagy erőfeszítés. És amikor így látjuk a körülöttünk lévő világot, látjuk benne Krisnát, ugye látunk egy olimpiai bajnokot. Miért tudott olimpiai bajnok lenni? Mert Krisnának az a potenciálja, az felhatalmazta, vagy látunk egy kiváló sakkozót, nem tudom, Magnus Carlsen, aki ugye nem tudom, Csőz Gyulát, ugye hány a Vedanta klubban ő legyőzte még Zsoltit is a sakkban. Egyszer megverted a Gyulát. Az Alex is. Tehát ő nem veretlen, de eddig ő volt a legjobb. Ugye a sakkozók akkor tudnak előre gondolkodni. Hány lépéssel előre gondolkodnak a legjobbak? Ezt tudod? Valahogy Gyula mesélte valami 8-10 lépéssel. Tehát, hogy jó pár lépéssel előre kell gondolkodni ahhoz, hogy valaki jó legyen. Honnan van ez a képesség, honnan van ez az intelligencia, amikor valaki ezt meg tudja csinálni, ez is Krisnától származik. Tehát, hogy bármit látunk a magunk a világban, valaki nagyon erős, nagyon ügyes, nagyon szakértő valamiben, az azért, mert Krisna adta neki ezt a potenciát, hogy akkor azt tudja csinálni. Jó, és akkor ezt mindig hozzá kell látni, hogy ez ezért van. És ez a fejezetben ugye, akkor hallottunk arról, hogy Arjuna kérdez Krisnának a fenségeiről, ugye Krisna elmeséli a négy fő verset, hogy akkor hogyan közelítik meg őt a bakták, hogyan látják őt mindennek a forrásának, és Krisna ezt hogyan viszonozza, hogy elpusztítja a tudatlanságot, akik szeretettel és odaadással szolgálják őt, akkor megadja azt a tudást, amelyet eljuthatnak hozzá. És utána kirészletezi a fenségeit, hogy amikor itt látjuk a körülöttünk lévő világot, akkor tudjunk Krisnára emlékezni. Jó, akkor ez volt a 10. fejezet. Van esetleg valakinek kérdése, hozzáfűzése? Nekem olyan kérdésem lenne, tegnap felvetettem egy kérdés, és most is így az odaadó szolgálattal kapcsolatban így felmerült, hogy többféle vallás van, és mindenki Isten próbálja elérni, és hogy miért ilyen különbözőek ezek az irányok, ahol megpróbálják, és ezek a módok, ahol megpróbálják Istent elérni, és erre adtál nekem egy választ, de én szeretném egy kicsit részletesebben is. Uh-huh. Ugye ez sokszor felmerül, hogy egy Isten van, miért van olyan sok vallás. Erről beszél részletesen a 11. ének 14. fejezete, mert ez már a univerzum teremtésének a kezdetén elindult, hogy ugye Krisna adta Brahmának a tiszta vallásos elveket, a Szanátan Dharmát, de Brahmá fiainál elkezdődött ez a több vallásrendszer, amikor megnyilvánultak a különböző anyagi vágyak. Ugye amikor valaki ide jön az anyagi világba, azért jön ide, mert vannak anyagi vágyai. És mivel különböző fajta anyagi vágyaink vannak, és amikor a örök vallásos elvek, a Szanátan Dharma összeházasodik ezekkel az anyagi vágyakkal, akkor ez a kettőjüknek a házasságából megszületnek a különböző feltételekhez kötött vallási rendszerek. Ugye csak a kereszténységből van 600 fajta felekezet.
csak kereszténységből. És a Mohamedánból is van egy csomó, meg a hinduból is, a zsidó, van egy csomó minden. Miért van ilyen sok? Azért, mert az embereknek különböző anyagi vágyaik vannak, különböző kombinációi ezeknek az anyagi vágyaknak. És amikor ezek az anyagi vágyak hatnak a vallásos elvekre, ugye sajnos van egy tendencia, hogy mi, amikor be akarjuk teljesíteni az anyagi vágyainkat, akkor az nagyon fontos számunkra, és hajlamosak vagyunk a vallásos elveket az anyagi vágyainkhoz igazítani. Nem tudom, hogy tapasztaltatok-e már ilyet. Ugye Prabhupád, amikor beszélt keresztényekkel, a fő prédikációja az volt, hogy ne ölj. Benne van a 10 parancsolatban, hogy ne ölj. De akkor ezt a ne öljet, akkor ezt ki másképp értelmezi. Hogyha valaki akar ölni, akkor úgy magyarázza, hogy ez az ölés ez csak az emberre vonatkozik, állatokra már nem vonatkozik. Állatoknak nincs lelkük, csak az embernek van lelke, és ezért az állatokat meg lehet ölni, az embereket nem lehet megölni. Ugye, de az állatok is éreznek, ők is Isten gyermeke igazából. És amikor valaki meg akarja enni az állatoknak a húsát, akkor úgy fogja magyarázni, hogy az állatoknak nincs lelkük. De a szentírások leírják, hogy az állatoknak is van lelkük. És ugye a szentírásoknak van különböző érvelése, hogy különböző szintű lelki gyakorlókhoz szólnak. És az az alaputasítás, hogy nem szabad húst tenni, de hogyha valakinek olyan erős ez a vágya, hogy mégis akar húst tenni, akkor vannak olyan alacsonyabb rendű vallásos elvek, ezt úgy hívják, hogy upadarma, hogy oké, hogyha akarsz húst tenni, akkor legalább ne egyél olyan sokat. Akkor vannak valamilyen korlátozások. És akkor látszólag ez ellentmondásosnak tűnik. Igazából nem ellentmondás, hanem különböző szintű lelki gyakorlóknak szólnak különböző utasítások. De a fő cél, hogy valaki szabaduljon meg az erőszaktól, hogy ne kövessen el erőszakot. És amikor vannak ezek a markáns anyagi vágyak, és valaki ragaszkodik hozzájuk, akkor ez fogja változtatni, fogja torzítani a vallásos elveket, és ezért van olyan sokfajta vallás. Ezért a Bhagavad Gita is tanítja a tisztódadó szolgálatot. Mert csak akkor lesznek az eredeti vallásos elvek, hogyha valaki hajlandó lemondani az anyagi vágyairól, mert amíg ott vannak az anyagi vágyak fogják torzítani. És ugyanígy, hogyha mi próbáljuk gyakorolni a Krisna tudatunkat, de Krisna tudatot, de megtartunk anyagi vágyakat, akkor ezek az anyagi vágyak, ők nem munkanélküliek, ők dolgoznak, tehát hogy dolgoznak a lelki gyakorlatainkon, és akkor fogják azt torzítani, elkerülhetetlenül. És ezért, amikor valaki akarja eredetiben megtapasztalni a lelki életet, akkor ugye tisztódadó szolgálatot kell gyakorolni, hogy legalább legyen meg a vágy, hogy én meg akarok tisztulni. Lehet, hogy még nem tiszta a szívem, de meg akarok tisztulni, mert akkor már belépek a tisztódadó szolgált kategóriájába. És amikor valaki tisztán gyakorolja a vallásos elveket, akkor ott nincs különbség. És azért vannak különbségek, mert különböző helyi idő körülmények között az embereknek másfajta vágyaik vannak, másfajta anyagi vágyaik. Ez így válasz volt? Igen, köszönöm szépen. És akkor függetlenül attól, hogy valaki milyen vallást gyakorolja, hogyha hajlandó kitisztítani az anyagi vágyait, akkor tudja gyakorolni a szanátan dharmát. Hogyha nem hajlandó kitisztítani a vágyait, akkor még hogyha olvassa Bhagavad Gita-t vagy Simad Bhagavatamot, akkor nem tudja tisztán gyakorolni, mert azok az anyagi vágyak be fogják folyásolni őt. Jó, ez a válasz. Jó, más kérdés? Akkor, hogyha nincs, akkor köszönöm szépen. Akkor ez volt a Bhagavad Gita, és akkor szünet után folytatjuk a Démonok Vrindávanban sorozattal, veszük a következő démonunkat, Kalia, aki a képmutatást és a gonoszságot képviseli. Köszönöm szépen. Grantarácsimat Bhagavad Gita ki, jaj. Srila Prabhupád ki, jaj. Jaj Nitai Guru Premanandé. Nem Móra Bhaktavrinda ki, jaj.